2012. júniusában hosszas, gondos előkészületek után indult a hajdúszoboszlói termelői piac, mely az eltelt több mint egy évtized alatt nem csak a szoboszlóiak, hanem a turisták kedvelt bevásárlóhelye is lett. Az erősödés jele, hogy többen már minőségi díjas termékeket is kínálnak, bár ezt a fajta megmérettetését a portékának még kevesen vállalják. Az alapítók töretlen lelkesedéssel működtetik a péntek délutánonként működő piacot. Sándorék kislánya, Fanni pedig a szó igazi értelmében együtt cseperedett a piaccal. A marketing ma már jelentős részben az ő feladata, így a június 14-én tartott születésnapi piacpartin is bizonyíthatta rátermettségét. Mi ezt egyesületi formában folytatjuk ezt a tevékenységet, hajdúszoboszlóiak a környezettudatos fogyasztásért egyesület vagyunk. Minden termelő, aki a termelői piacra jelentkezik, szükséges, hogy a megfelelő engedélyekkel rendelkezzen, és alá kell írnia a házi rendünket, amelyben elfogadja, hogy ellenőrizzük az ő tevékenységét. Hol termel, milyen módszerrel termel, és megfelelő helyen készíti el a termékeit. Sajnos vannak olyanok, akik nem engednek be minket, őket nem tudjuk fogadni a termelői piacra, mert ez nekünk egy igen szigorú szabályzatunk van erre vonatkozóan. Az összegyűlt áru, meg amit megtermelt otthon, azt itt egyszerre el tudjuk adni. Úgyhogy, mert az állandó vevők, azok visszajárnak és keresik. Ez is most azért volt hirtelen ez a kötőváltás, mert én nem figyeltem, hogy ez nincs rajta ez a kötőbe. Kis tangamat úgy mutatnám be, hogy vágott baromfikkal szoktam jobban, és tojással, főképp tömött kacsákkal foglalkozunk. Úgyhogy, és azokat, csak mivel most meleg van, amiatt nincs a kacsa. Másképp idáig mindig volt az is. Úgyhogy. Volt olyan, hogy kihagyott egy piacot valami miatt? Hát nagyon ritkán van, ahogy kihagyok, mert mindig van valami áru, amit tudok árulni. Főleg vágott baromfit. Ki keresik? Gondolom állandó vevői vannak. Igen, vannak állandó vevői, például itt is itt van mellettem az állandó vevő, aki megint kakas keres, úgyhogy, és tudok is neki adni. Én minden pénteken ki szoktam jönni, és szeretem a termelői piacot, mert ezek a termékek sokkal jobb minőségűek, ezek úgy vannak nevelve, hogy kell, és ízletesebb és finomabbak, amit itt vásárolunk, mint a élelmiszerboltokba vagy a húsboltokba. Tehát ezek a házi termékek sokkal jobbak. Van esetleg egy kis listája, vagy hogy oldja ezt meg? Hát általában zöldséget szoktam venni, aztán itt a úrtól szoktam kacsát venni, most például ezt a kakast akarom megvenni, mert szeretem a kakaspörköltöt. De egyébként általában csak ezeket szoktam. Én kész ételt nem veszek, azt én inkább megfőzöm. Ugyanúgy a kolbászokat sem, hanem csak a zöldségeket és a friss vágott baromfiakat szoktam vásárolni. Hát a háttérben azzal, hogy szüleim kezdték el ezt a termelőpiacot Örvendi Laci bácsival és Tóth Mártával, ők alapították, szóval 2012 óta én oszlopos tagja vagyok ennek a piacnak, itt vagyok a kezdetektől, itt nőttem fel, mondhatjuk így is, és ebbe szépen lassan belecsöppentem, és folyamatosan kiveszem a részemet, ahogy bele tudok mélyülni ebbe az egészbe, iskola mellett és minden mellett, amivel foglalkozunk még. A pályaválasztásban is ez számított? Igen, számított. Mezőgazdasággal foglalkozik a családom. Tönköly búzát termesztünk, és ezt feldolgozzuk, és süteményeket készítünk belőle, amit itt minden pénteken árusítunk. És igen, nagyon fontos szerepe volt, mivel a Debrecen Egyetemen mezőgazdasági mérnöknek tanulok jelenleg. Miért szereti személyesen ezt a piacot? Mert annyira mosolygosan jött, ment otthonosan itt. Hát sok új embert ismerhettem meg itt, a alapító tagokkal együtt egy nagyon jó közösség alakult ki, akikre bármikor számíthatunk igazából. Például most is a kezdetekkor szóltam nekik, hogy segítsenek jönni díszíteni, itt voltak és jöttek és kérdezték, és a barátok miatt igazából, meg
a jó hangulatért és azért az életérzésért, amit itt megtapasztalhat az ember. Termelő az általában egy 30 és 40 termelő között szokott lenni. A vásárlókat nem tudjuk megmondani. Nagyon sok vásárlónk van, visszatérő vásárlók, igazából a turisták közül is, akik ide jönnek pihenni, ők előre jelzik, hogy mikor érkeznek, és ők már úgy időzítenek, hogy a termelői piacra ki tudjanak jönni, és tudjanak vásárolni tőlünk. Ja, hát ennek nagyon szép példái vannak másutt is az országban, úgyhogy érdemes erre is figyelni a városnak. Igen, és büszkék vagyunk, mert szerintem Hajdú-Bihar megyében nem működik még egy ilyen termelői piac, ahol ennyire szervezetten és ilyen mennyiségű termelő található. Nyilván itt most nincs mindenki jelen, hiszen idény jelleggel van, akik csak télen járnak, van, akik nyáron a gyümölccsel, tehát így ez egy eléggé szórt létszám most is. Édesapám után én is méhészkedem, és délelőtti piacra is jártam, de mióta a termelői piac van, azóta csak péntek délutánonként jövök a termelői piacra, mivel kifestek is olajképeket nyugdíjas koromban már aktívan, és az ország különböző részén volt már kiállításom, és nincs idő mindenre, csak egy héten egyszer jövök árulni a mézemet. Egész más a feelingje neki, mert aki azt a terméket keresi, amelyik bízik benne, hogy például nem permetes, odafigyel a gazda, meg szeret a szemébe nézni a termelőnek, hát inkább ilyenkor jön. Ha jó a méhész, odafigyel, akkor nagyon vigyáz arra, hogy vegyszert nem tesz a kaptárba, és mindenfajta méze egészséges. Hát amit szeretnek, ugye a pénztárca szabja meg, mert a vegyes méz a legolcsóbb, a tiszta akász méz a legdrágább. És e között van ugye a repce, a hársméz, ami a kettő ár között van. Nem veszti rossz néven, ha azt mondom, hogy egy új fiú a termelői piacon? Egyáltalán nem. Nem. Meg is köszönöm. Mikor érkezett, és hogy csatlakozott ehhez a termelői közösséghez? A közösséghez Facebook oldalon keresztül találtam meg őket. Nagyon szimpatikusak voltak, és megengedték, hogy csatlakozzak hozzájuk. A termékeit hiányszéknek számítottak eddig? Akár hál' Istennek, akárhol mentünk eddig, még sehol nem találkoztak a mi hasonló termékeinkkel, még nincsen konkurenciánk. Szóval igen, egy hiánypótló, azt gondolom, teljesen. Születten almetszet, ő a natur, ő az alapja az összesnek, 2 évig fermentáljuk, majd 1 évig levendula virágba áztatjuk a levendulását, borsmentelevélbe a mentásat, és van a gyömbéres, ami élő gyömbérnek a levét facsarjuk ki, majd a gyömbérnek a melléktermékét szárítjuk, porítjuk, és visszatápláljuk az almetszetbe. Mi nagyon sokat járunk Budapestre, és ott a legkedveltebb a gyömbér és a manta, és abban lett egy gyömbéres borsmentás keverékünk is. Én már 8 éve árulom itt a tojást, tehát szeretik is a tojásunkat. Mi almos tartásba tartjuk a tyúkokat, és ezt sok vevő értékeli. Itt ez egy születésnapi buli, úgymond, egy kicsit más szívvel jött, mint az átlagnapokon? Így van, ünnepélyesebbe öltöztünk, és ünnepélyesebb szívvel is jöttünk, igen. A forgalom is nagyobb? Nekem úgy tűnik, hogy egészen élénk a forgalom. Igen, nagyobb, tehát sok érdeklődő kijön, nézelődik, még ha nem is nincs is szándékában, hogy vásároljon, de nézelődik, és megtetszik valami, és akkor csak akad rá valami, és tombola sorsolás lesz, tehát vonza az embereket értékes ajándékokkal. Van olyan, amit ön is itt szokott beszerezni, ilyenkor péntek délután? Igen, zöldséget, gyümölcsöt, mangalicaszalonnát. Nagyon szeretjük, igen, és mindenki, mit termel, sokkal egészségesebb és finomabb. Elismerik az embernek, hogy minőségileg, meg megbízható, úgyhogy forrásból meg tudja az ember a gombát ugye vizsgálni, bátrabban megélheti, meg szerintem ez az első sor, hogy a gombát fogyasztás előtt gombavizsgálónak meg kell vizsgálni, hogy ehető vagy nem ehető, mert mindig abból vannak a tragédiák, hogyha nem vizsgálják be, és nem értenek hozzá. Minden gombában
mindegyikben benne van a gyógyhatás, és sokan nem tudják, de viszont ugye 20 aminósavat is tartalmaznak a gombák. Akár a vargánya, akár a rókagomba, tumorellenes hatása, akkor szóval nagyon sok mindenre jó. Lehetne erről bővebben is ugye konzultálni, csak hát ugye így összegezve nagyon egészséges a gombafogyasztás. Csütit is vettem már, de hát mi nem vagyunk nagy sütisek, tehát azt csak úgy módjával. Erikánál van finom kertúrós, az volt már, amikor vittem meg pogácsát, de az ritkább, inkább az ilyen hús alapú dolgokat szeretem. Fontosnak tartod ennek a piacnak a működését? Én nagyon, igen. Ez egy kiváló lehetőség szerintem a lakosság számára, mert tényleg nagyon széles a választék, mindenfélét megkap az ember, amit hétköznap is, de ilyenkor még pluszba ezek a húsos dolgok, a kolbász, szalonna, szalámi, hurka, minden van tényleg. Nem számít, hogy milyen évszak van, mindig jössz? Igen, igen, még télen a nagy hidegben is mindig ki szoktam jönni, már csak nosztalgiából is. Úgyhogy én jobban szeretem, mint amit a boltban megvehetek. Párom által ismertem meg ezt a szakmát, és becsatlakoztam a családi gazdaságba hozzájuk, és így jöttünk ide, mint én helyi, megmutatni a helyieknek, amit készítünk. Mióta járnak a termelői piacra? Idén húsvétkor kezdtünk el járni, akkor mutattuk meg a nagy közönségnek a termékeinket, hál' Istennek nagy sikert aratott mindenkinél. Mi a specialitásuk? Van valami, hogy jellemezné? A hagyományosság. A hagyományosság. Mi nem használunk semmilyen tartósítószert, pátsót, csak sima asztali sóval sózunk, meg simán csak füstölünk, semmi aromát nem használunk. Magukat, az állatokat is önök tenyészték? Igen, úgy mondanám inkább, hogy a termőföldtől az asztalig a föld, van föld is hozzá, a jószágot is mi tartjuk, és mi is dolgozunk fel. Hasonló ízek, mint amit nagypapáméknál csináltunk, kolbászok, minden. Úgyhogy épp az ennek a szépség, hogy mi megtartjuk a hagyományosságot. Május 24-én kaptuk meg a megyei termékdíjat, a szilvalekvárral több termékkel pályáztunk, és a szilvalekvárunk kapta meg a megyei termékdíjat. Ha szétnéznénk, esetleg hasonló elismerésekre itt bukkanhatnánk? Most azt hiszem, hogy nincs, de nem vagyok benne biztos. Ritkán szokott. Nem mennek az emberek, nem mennek a termelők pályázni. Valahogy nincs még meg az a magabiztosság bennük, hogy ők igenis jó minőségű helyi terméket tudnak előállítani. Tehát akkor ezt még lehetne esetleg, ezt a tudatosságot segíteni, igen, támogatni? Igen, hát tulajdonképpen az egyesületünknek az egyik feladata az alapszabályunk szerint is a termelőknek a segítése, hogy minél megfelelőbben, minél helyesebben tudjanak termelni, nyilvántartásokat vezetni, hiszen ez egy nagyon szükséges feladat a termelésünknek, a nyomon követés, tehát hogy a termőföldtől az asztalig tudjuk követni az élelmiszernek a útvonalát.